kapcsolódni szeretnék először az eddig elhangzottakhoz. Nem beszéltünk össze Tiborral, de én is két-három hete küszködöm azzal, hogy megpróbáljam 20 percbe összesűríteni azon mondandót, és igyekezni fogok ezt betartani, ami a szervezők által meghatározott tematikához kapcsolódik. A másik párhuzam Tibornak az előadásával az, hogy én is az Ágodára szeretnék nyilatkozni a részben, csak én a Természetes fény című regényét üdvözöltem, mert való igaz, hogy az elmúlt évtizedekben kevés olyan történelmi regény született, amelyik a II. Világháborúnak a tematikáját tárgyalta volna, és e kötetnek az olvasásakor nyilvánvaló, hogy a szerző igen alapos tanulmányokat idézőjelbe igyekezett folytatni ahhoz, hogy ez a kötet megszülessék. PPT-t nem készítettem, mert az utolsó éjfélkor kinyomtatott nem tudom hányadik változatát az előadásomnak, menet közben is itt-ott módosítottam, úgyhogy igyekszem, mint mondtam, az időhatárhoz is tartani magamat, és akkor belevágnék. A címe végül is az előadásnak megszakítottság a katonasorsokban, a hadszíntértől a hadifogságig. Időben tehát visszalépünk most ahhoz képest, ami az eddig elhangzottakban szerepelt, mert tulajdonképpen bizonyos előzményeiről lesz szó annak, ami a magyar társadalmat 1945-től érte. Korábbi kutatásaimból nagyon sok olyan téma és forrás van, amit felhasználhatok ennek a előadásnak a megtartásához. Engem mindig is elsősorban, ugye a II. Magyar Hadsereg szubjektív forrásanyagát kutattam éveken keresztül is, erről jelent meg egy könyvem is, mindig az érdekelt, hogy az egyén hogyan reagál azokra a kihívásokra, ami az adott korban éri őket. Tehát annak ellenére, hogy a magyar társadalomnak a hadsereg tagjait tekintve, a rokonokat is beleszámítva, milliós nagyságrendű rétegéről van szó, és ez a milliós nagyságrendű réteg ráadásul rendkívül heterogén, hiszen a tiszteket, tartalékos tiszteket és a legénységet tekintve a társadalomnak gyakorlatilag minden rétege megjelent, ha a hadszíntéren nem ismert, hiszen a II. Magyar Hadsereggel körülbelül a munkaszolgálatosokat is beleszámítva 260-265 ezer ember, katona és munkaszolgálatos fordult meg 1942-43-ban a hadszíntéren, tehát a hadsereg összétszámát tekintve ennél nyilván nagyobb társadalmi csoportról van szó, de hangsúlyozottan az egyén felől szeretném közelíteni a témát, magyarul azt megvizsgálni, hogy hogyan formálják, deformálják az egyént a háborús viszonyok. A háború hatását, társadalomra gyakorolt hatását egy 2003-as konferencia is érintette, Bódi Zsombor, tehát a Törtukban megrendezett Társadalom a háborúban című, illetve még abban az évben 2013-ban Szegeden is volt egy háborús hétköznapok hadszíntéren Hátországban című konferencia, és az előzőnek, a Törtukbeli konferenciának az előadás anyagát megjelentető kötet bevezetőjében a szerkesztők felvetnek bizonyos megközelítési szempontokat, és hát gyakorlatilag a mostani konferenciának a tematikája ugye azt állítja középpontba, hogy a 45-ös korszakhatár mit jelentett a társadalom számára. Az én előadásom a kínált szempontok közül főként arra koncentrál, hogy koherensen lehet-e tekinteni azokat a sorsokat, élettörténeteket, amelyeket több ponton megtört a háború, tehát mindaz, ami 1945-ig történt. És hát, hogy itt az erőszak elkövetése vagy elszenvedése okozott egy törést, vagy nagyon-nagyon sok egyén esetében mindkettő sűrűsödött össze az ő életpályájában, hogy a norma rendszernek a megváltozása az hogyan jelentkezik a fronton, illetve nem mindig front viszonyok között, de mindig háborús viszonyok között. És hát, hogy a történtek kibeszélhetősége az mennyiben működött 1945 előtt? Általában arról esik szó, hogy 45 után milyen korlátai voltak a háborús múlt megélésének,
de arra is kellő számú bizonyíték van, hogy 45 előtt sem lehetett mindazt, ami mondjuk a fronton történt, a hátországban kibeszélni. És végül nagyon fontos tematikai kérdésnek tartom a döntési helyzeteknek a megvizsgálását. Tehát itt hétköznapi emberekről van szó zömében, akik rendkívüli körülmények közé kerülnek, bizonyos feltételek mellett megváltoznak a lehetőségeik, és nyilván ezen döntési lehetőségeket a részben az egyéniségüktől függő módon élik meg. A téma bevezetéséhez egy nem régen vetített filmnek a története adja az apropóját, a Sztálingrád témának az x-edik feldolgozása. Ez nem monumentális háborús jelenetekből áll, hanem Sztálingrád városában egy marokki szovjet katona, egy német alakulat és hát az ostromlott város néhány lakója. A szereplője ennek a tét egyetlen épületnek a birtoklása 42. novemberében, a téli vihar hadműveletet követően játszódnak a történések néhány nap alatt. Az egyik főszereplő egy német tiszt, és itt hangsúlyozottan fontos, hogy porosz tisztről van szó, miután megerőszakolja a nőt, akit előtte élelmiszerrel ellát, véd és elmondja, többszörött feleségére emlékezteti őt, a következőket mondja neki, vagyis saját magának, mert hogy ő nem tud oroszul, az orosz nő nem tud németül. Veled kell képtelenség harcolni, elképzelésetek sincs a becsületről. Most a jelenetet megelőző képsorokban az utcán összeterelt tömegből egy zsidónak látszó nőt emel ki a tisztnek a parancsnoka a gyerekével, és eleven tűzhalálra ítéli őket a következő kísérő mondattal, ősi szokás szerint áldozatot kell hozni a harc előtt. Na most nem állítom, hogy mindez a porosz tisztnek a becsület kódexébe belefér, mert ott láthatóan megrendítik őt az események, és azt sem mondhatjuk, hogy 42. novemberében egy közel másfél éves háborús fronttal maga mögött ne lehetnének tapasztalatai, vélhetően utolsó csepp lehetett a pohárban ez a látvány és történet, ami esetleg arra indította, hogy végül is az erőszakot elkövesse. Számunkra, ami most a további gondolkodás szempontjából fontos, az az, hogy következőket mondja még áldozatának. Banditák vagytok, akik hátba lövitek az embert. Nem a győzelemért harcoltok, hanem a bosszúért. És hát nem sokkal később elhangzik az ominózus mondat, ami akár a motto is lehetne. Katonaként jöttem, te állatot csináltál belőlem. Na most ez a mondat, ez arra a mentalitásbeli változásra, gyökeres változásra utal, ami a mundér felöltése, fegyvert kap a kézbe a katona, és harctéri vagy megszálló szerepet tölt be. Tehát részben erre a változásra utal, részben pedig arra a gyakorlatra, ami az áldozatra hárítja át a felelősségét saját tetteinek. Nem véletlenül idézem persze ezt a nyilvánvalóan a megtörténhetett volna fikciójába tartozó filmet, de ezt igencsak megerősítik azok a források, amiket én meglehetősen nagy számban olvastam eddig, már most nem nagyon tudom összeszámolni, a 250 katonai és hadifogoly napló és emlékirat ismeretében mondom a következőket. Nagyon sokakban játszódhatott le hasonló folyamat, és hogy hányféle megszakítottság, trauma, törés volt egy-egy ilyen hirtelen változást megélni kényszerült embernek, tehát hogy a harcok poklába került katona, és áldozattá, vagy tettessé, vagy is vált, nagyon sokféle körülményen múlott. Azt a konfliktust is nagyon sokan földolgozták, és hát nyilván fogják is még, ami a hátország meg a front déli viszonya között feszül, vagy a civil és a katona között feszül. Én most két nagyon sarkos példát mondok, az egyik mind a kettő ismert mindenki által, a Szegény emberek, Móricznak a novellája, a másik pedig a Rambó. Tehát az, hogy az értékek és a gátlások azok hogyan működnek majd a békés viszonyok között, és hogy mihez kezd a háborús tapasztalataival, a kiképzettségével az a katona, aki hirtelen a békés viszonyok között ellenségnek találja saját magát.
Tehát ugye a szegény ember részéről elhangzik a mondat, hogy most a szegénység kommandíroz, az adja a parancsot az ölésre, és hát Rambó esetében pedig ugye valahol a film során elmondja, hogy kiborítja, hogy miért nem fogadja el és be őt az a társadalom, amelyik korábban milliós értékeket bízott rá, és amelyik egy portási vagy éjjeli őri állással sem kínálja meg. Tehát nagyon vékony menzsén járunk, mert nagyon különböző dolgokról van szó. A hadiszolgálat az önmagában is a kiszakítása az egyénnek, a civilnek, a békés viszonyok közül, de nem csupán a harcnak a kényszere az, ami befolyásolja a választásait, döntéseit, amennyiben ennek van tere az ő életében. Egyszerűen hatalmi helyzetbe kerülhet a fegyver jogán. Az, aki soha az életben nem birtokolt olyan hatalmat, amivel mások élete felett diszponálhatott. Akár a munkaszolgálatos századokról van szó, akár a megszállt területek, vagy a hadszíntér lakosságáról van szó, mindenképpen és zömében fegyvertelenekkel szemben követnek el bizonyos katonák, bizonyos cselekedeteket, mert hangsúlyozni szeretném, hogy nyilvánvalóan nem általánosítani szeretnék. De hogy meddig tart a parancsra tettem felmentése, és ezt hogyan tudja évtizedekig őrizni magában valaki, arra is fogok majd példát hozni. Ha fegyvertelenek elleni erőszakról van szó, a hadsereg fegyelme által való megkötöttségben hogyan és miként próbálhat valaki egyéni döntéseket hozni, van egyáltalán erre lehetősége. Tehát, hogy az emberiességnek a parancsa felülírhatja-e a feljebb valójét. Hát legfőképpen e kérdések szoktak foglalkoztatni, amikor ezeket a forrásokat olvasom, és Magyarország II. Világháború szerepvállalását vizsgálva, de a vége mindig az, hogy visszakanyarodom, ahogy kollégáim szokták mondani, a katonáimhoz. Most a hadsereg nyilvánvalóan a politikai hatalomnak az eszköze, de azonosítható-e a hadsereg minden tagja? Ezzel magyarul, hogy a náci volt-e minden német, ad abszurdum visszautalva az előző film példára, azért hangsúlyoztam a porosz voltát a tisztnek, mert ő leválasztja magát az SS által elkövetett cselekedetekről, vagy cselekedetről, vagy éppen véres szájú bolsevik volt-e minden szovjet katona. És hát felelősek-e Hitler vagy Sztálin álmokfutásáért? Mennyi az, ami az ő felelősségük? Ugyanez a kérdés vetődik fel a magyar hadseregnek a tagjaival kapcsolatban is. A hatalom birtokosainak a döntései és a tettei nem kérhetők számon rajtuk, ez világos. De kezükben van a fegyver, és a döntéseiktől akkor is függhetnek életek, hogyha nem a harctéren fegyveres ellenséggel áll szemben. Továbbiakban néhány példát fogok tudni csak hozni arra, hogy melyek voltak azok a kísérő jelenségei ezeknek a háborús éveknek, amelyek a harcoló katonák életében hasonló változásokat idéztek elő, mint amiről eddig szó volt, vagy visszautalva a filmre, elszabadították esetleg az állatot az emberben. A hadseregbe való bekerülés, egy másfajta közösségbe való tartozás nem csak a mundért és a fegyvert jelentette, hanem egy tradicionális férfi közösséget is, aminek a hétköznapi élettől, elkölstől eltérő szabályai és követelményei voltak. A propaganda hatására ugye hogy vonul ki a hadsereg 41 nyarán, őszén és 42-ben is bolsevik ellenes keresztes hadjáraton vesznek részt, és hát a cél az 2000 kilométerre a magyar határoktól a hazának a védelme. Most a propagandának bizonyos szólamai azok rendre feltűnnek a forrásokban. Egy kérdés nem tevődik föl soha. Ha ez a háború bolsevik ellenes keresztes hadjárat, akkor 39. szeptember 1-től mit kerestek a német alakulatok nem bolsevik államokban, és miért folyik a harc Európa számos nem bolsevik államában? Tehát a legracionálisabb feszülő ellenmondás sem veszi észre nagyon sokszor a kortárs, és hát a katonák meg a hadifoglyok által íroktak azt tükrözik, hogy számukra a háború az lokalizálódik a szovjet-német háborúra, amiben Magyarország is részt vesz, és ez a háború. Mások nincsen háború. Van, aki leírja, hogy egész Európa itt van mögöttünk. Dánia, Norvégia, Hollandia,
Franciaország kétharmada, stb. Ott sorakozik a német alakulatok és szövetségesei mögött. A kivonulás a hadszíntére az képletesen is, meg a valóságban is egy nagyon hosszú út volt. Tehát amíg a szólamok átváltódnak napi gyakorlati tapasztalattá. És nagyon, nagyon tömör megfogalmazásai vannak időnként annak, hogy hogyan hatnak az egyénre mindezek a történések. Egy 42. júniusi. Ma kaptunk ásványvizet is, ma 9-en lettek kikötve a századból. Kicsit unalmasanak, szellemi részből, nincs újság, rádió, olvasni való semmi. Ez ugye menet közben van. És nem sokkal később, menetelünk, dohányozni nem szabad. Az egyik honvéd, Antal Jéfő belőtte magát a menetoszlopban. Hajnali 4-kor világosodik, megengedik a dohányzást. Természetes, hogy, és ez a kivonulás során történteket, változásokat tükrözi, a harctéri napok aztán sorra veszik természetesen mindazt, ami a harcokban félelem, bizonytalanság megfogható és leírható, csak és a feljegyzésekben, a naplóban. Ez az, ami nem jut el a hátországig, semmilyen formában, sem levél üzenet formájában, mert a cenzúra tiltja, sem a sajtó, sem a propaganda nem közvetíti. Tehát 42 nyarától gyakorlatilag kizárólag a nyári hídfőcsatáknak bizonyos győztes ütközetei azok, amelyek rendre szerepelnek a sajtóban. 43. január végén például, amikor a II. Magyar Hadsereg összeomlása már megtörtént, akkor helyi újságban, én a Makóit tudom példának mondani, egy szép leírás van arról, hogy augusztus nem tudom hányadikán, hogyan, milyen dicsőséges harc zajlott. Hogy a valós, az időben egybeeső események mik, az arról nincsen szó. Ahogy a katona viszonyul ehhez, délután írtam haza és a rugomnak. Istenem, nem is sejtik, hogy én és a többiek most milyen veszedelembe megyünk. Írtam, hogy jól vagyok, mit írjak. Ez rendre visszatérő a naplóban. Van, ahol párhuzamosan oda tudjuk tenni egymás mellé a lapot meg a naplót, és látjuk, hogy mi marad ki az egyikből, és mi rögzül a másikban. Köszönöm szépen. A háborús viszonyokra még egy pillanatra visszatérve néhány olyan mondatot szeretnék felolvasni, ami a harcoló katonákban fogalmazódott meg, egy tartalékos tiszt, egy alezredes és egy baka. Hát ezért szörnyű ez a mostani háború, egész más, mint a régi világháború volt. Embertelenségek sorozata mind a két fél részéről. Aztán a totális háború. Ez már a következő. Az egész életet úgy rendezik be, mintha a háború kiszámíthatatlan ideig tartana. Ma nem lehet mondani, hogy egy hónap és vége, mert valószínű, hogy a háború nem is a fegyverek által, és nem a csatamezőn dől el, hanem a gazdasági felépítésben és az egész állami életnek, a háborús szervezetre való átállításának mienségében. A mai küzdelem már nem virtus harc, hanem a megsemmisülés és az élet haláltusája. Hangsúlyozom, ezek a mondatok nem az összeomlás idején, ezek 42 nyarán őszén születnek. És végül egy mondatban a baka naplójából ez a háború rombolása, az élet és a javak pusztulása. Tehát amikor a harcoló katona jön rá arra, hogy valami egészen más történik, mint amiről korábban a propagandában szó volt. Tehát az a kérdésem vetődik fel, hogyha a Sztálin és a bandájának az elzavarása a tét, akkor mi lesz utána? Tehát sehol nem vetődik fel semmilyen forrásban egy szabad, békés, boldog, önálló Oroszországnak a víziója. Egy percig nem arról van szó, hogy itt erre törekednének. Én láttam olyan listát, amit 41 őszén állított a kőre össze arról az egyik alakulat parancsnoka, hogy mire tart igény Magyarország a Szovjetunió addig elfoglalt területeinek a javaiból. Tehát az ottani javaknak, emberéleteknek a becsülete gyakorlatilag igen alacsony értéket képviselt abból a szempontból, hogy nem tekintették magántulajdonnak,
És hát ugye el szoktam mondani, hogy az abrálás kifejezést az előbb is idézett Vécsei Béla naplójában olvastam először, hogy nem elfogadódhati jog az abrálás, de ezt 42-ben írja, és a magyar katonák ikon és egyéb szerzésére vonatkozóan, illetve számos forrás bizonyítja az erőszak tételeknek a gyakoriságát. 2011-ben egy konferencián egy idősebb úr fölállt a nézőközönség soraiból, amikor vége volt az előadásomnak, hogy a tanárnő, az nem lehet, hogy magyar katonák megerőszakoltak korosz nőket, mert tilos volt velük kapcsolatban. Ő tudja, mert a nagybátyja kint volt a fronton. És akkor megkérdeztem, hogy vajon a totemhússzer kiutalása, ami hadosztályonként 3000 darab körül volt, a hadosztálynak meg 12-14 ezer fő volt a létszáma, az vajon mire kellett? Tehát ennek az egész komplexitásában most nem tárgyalható kérdésnek a lezárásaként a legizgalmasabb kérdések közül azokat idézném, amelyek hát nyilván sokunkat foglalkoztatnak, hogy az emberi társadalmi szolidaritásnak a megszűnését hogyan tudja a hatalom elérni, milyen eszközökkel, és hogy ez mennyire a hatalomnak a felelőssége. Tehát, hogy gyilkolóképp lesz-e valakiből egy megszállt szovjet területen, vagy Csurogon, Zsabján, Újvidéken, a csurogi tettesek peranyagát feldolgozva olvastam végig 30 évvel az események után azt, hogy hogyan vallanak. Hárman lettek öngyilkosok a perbefogottak közül, volt katonák és csendőrök. És az elítélt 30-31 fő közül nagyon sokan beszéltek arról, vagy búcsúlevélben is szerepel, hogy 10 gyerekes napszámos családból származtam, a csendőrség az egy jó jövedelem volt, elmentem, és egyszer csak ott találtam magam abban a helyzetben, amikor azt parancsolták, hogy vagy te ősz, vagy téged. Tehát az idevezető út és ezen cselekedeteknek a következményei azok, amelyek hát nyilván nagyon sok feltáró munkát igényelnek még, és azoknak az eszközöknek a összeszedése, csoportosítása is régóta folyamatban van, hogy milyen eszközökkel éri mindezt el a hatalom, hogy átértékelje azokat a cselekedeteket a katona, amiket, mint mondták, visszatekintve nem értett, hogy ő gyereket hogy ölhetett meg. Saját maguknak is fölteszik a kérdést, és hát nyilván általunk is föltehető. Lezárásként annyit szeretnék elmondani, hogy a hadsereg tagjai számára a háború befejeződésével ez a megszakítottság, töredezettség nem ért véget az életükben. Egyrészt következett sokuk számára hadifogság, elhangzottak az adatok, másrészt pedig ezt követően a Rákosi és a Kádár korszakban is jó ideig megfigyeltek, megbélyegzettek, voltak nagyon sokan, akiknek egész további sorsát, pályáját befolyásolta az, ahogyan, hogy tagjai voltak a Horthy hadseregnek. Most 41-ben nem egy feszültségektől mentes társadalmak ért a háború. És visszautalnék arra, hogy az első világháború, Tibor is felidézte, hogy ugye Magyarország nem volt frontország, a második világháborúban is 44-ig nem nagyon szembesültek a hadszíntér valóságával Magyarországon, tehát egészen más képzetek voltak, és mint mondtam, sem a családi információk, sem a sajtó propaganda információi nem közvetítették a valós képet, de az biztos, hogy az első világháború után is végül is külső körülmények, és a második világháború után is külső körülmények vezettek el tragikus fordulatig, Trianonig, illetve a szovjet, az erőltetett sztálinizálásig. De a társadalomban is voltak olyan feszültségek, amelyek utat kerestek, utat akartak törni ezen háborús viszonyok között is maguknak. És azt gondolom, hogy a társadalmi szolidaritás megbontása a zsidó törvényekkel és a deportálásokkal, a bizonytalan egzisztenciáknak a talajvesztése, kilátástalan helyzete, a háborús veszteségek, amikről szintén szó volt, a politikai elit bukása fölötti elégtétel érzett nagyon sokakban, és számos egyéb okért játszhatott szerepet abban, ahogy a 45 utáni magyar társadalom fogadni tudta a rá erőszakolt változásokat. Köszönöm szépen!